Még március közepén kezdődtek meg a munkálatok a Gáz utcai garázssornál. A teljes útfelújítás első üteme a Rákóczi utcai négyemeletes épületek feleli oldalt és a házak közötti parkolók bekötő útjait érinti. A garázsok előtt az egész pályaszerkezetet kicserélték, valamint új csapadékvízelvezető hálózatot és szegélyeket építettek, továbbá a kukaketreceket is kicserélték. Ennek a munkálatnak az első üteme elkészült, amelynek átadóját csütörtökön tartották. Csapadék elvezetési problémák voltak, elázott az altalaj, ez ugye építés közben ki is derült, hogy több helyen talajcserét is kellett végrehajtani, illetve várni kellett az altalaj kiszáradásával, hogy az építést folytatni lehessen. Kicsit el is húzottak így a munkák, de a szerződéses határidőben elkészültek. A hivatalos átadáson részt vett Horváth Miklósné önkormányzati képviselő, aki örömét fejezte ki, hogy ezzel a felújítással a vízivárosiak egyik régi álma valósulhatott meg, könnyebbé téve az itteni közlekedésüket. Azt is végig kellett gondolni, hogy ez gyakorlatilag egy egyirányosított utca, egy U-alakba. Tehát azt nem lehet csinálni, hogy az egészet rögtön fölbontják, hanem csak részletekbe lehet csinálni. És a nagyobb gond a Rákóczi utcaiakat érinti, hiszen itt a belső parkolóban nem lehet beérni akkor, hogyha ez le van végig zárva. Szóval egy rendkívül komoly logisztikai munkát is jelentett a műszaki előkészítésen kívül. Az önkormányzati képviselő hozzátette, a felújítás második üteme várhatóan szeptemberre fejeződik be, ekkor a garázssor déli oldala kap majd új burkolatot.